Ez a konferencia frissen megalakult Miskolci Balettnek az első országos a táncszakma talán egészét érintő rendezvénye. A Magyar Művészeti Akadémiával közösen szerveztük, onnan jött az ötlet, hogy én is tagja vagyok az akadémiának, és amikor egy ilyen színház szakmai konferenciás sorozatra tett Marton Éva tagozatvezető asszony javaslatot, akkor én mondtam, hogy szívesen befogadnám az első konferenciát a Táncos Életpályák címmel. Ez azért is jött nagyon érdekesen össze, mert nekünk tegnap kezdődött a diótörő ünnepünk, amely azt jelenti, hogy Miskolcon ebben az időszakban 5 magyarországi és 2 külföldi diótörőt láthat a közönség, és ennek volt az egyik a táncszakmai rendezvénye a tánckonferencia. Mivel én szerettem volna egy olyan szakmai tanácskozást, ahol a bennünket összekötő kérdésekről cserélünk eszmét, tehát nem azokról a helyzetekről, amelyek az egyes tánc szervezeteket akár szembeállítják, mondjuk egy költségvetési támogatás, vagy a pályázati pénzek elosztása, mert abban komoly viták vannak. Viszont az oktatás kérdésében és az aktív táncos pálya végével kapcsolatos, tehát az életjáradék, vagy szakmai nyugdíj, vagy átképzési támogatás ügyében meglehetősen nagy konszenzus tapasztalható. Ez az egyik legérzékenyebb művészeti ág, pont azért, mert ilyen hosszú a képzése. Tehát egy profi balettáncost 9 év alatt képeznek. Ha utána kiderül, hogy 15 évig táncol, és utána pedig az egész életét kezdheti előről, akkor nagyon kevesen fogják ezt a pályát választani. Egy regionális nemzeti színháznak, tehát az, amely mondjuk Magyarországon 5 ilyen intézmény van, vidéki nemzeti színház, nem csak színházi értelemben, tehát a prózai és zenés tagozatában kell egy magas minőséget képviselnie, hanem mindazoknak a művészeti szakmáknak az élére kell állnia, amelyeknek ebben a régióban ő a fő műhelye. Tehát a színházban a zenének, a táncnak, az éneklésnek, a prózának, a költészetnek és a képzőművészetnek a központja kell legyen. Tehát ez, ha jól működik egy vidéki nemzeti színház, akkor az egész régió számára egy húzóágazat. Egy évvel ezelőtt készült el a mi diótörőnk, azóta rengeteget játszottuk. Ezt az adást kifejezetten gyerekeknek, kisgyerekeknek szántuk. Szerencsére nagyon nagy számmal, csoportokban jönnek általában gyerekek, és akkor nagyon felszabadultá tudnak szórakozni. Csajkovszki zenéjét majdnem egészében használjuk, de azért kicsit kihagyjuk belőle, mert azt gondoltam, és azt gondolom most is, hogy egy gyerek előadás ideálisan az olyan egy felvonás és kb. Egy óra. Gyerekek ennyit szeretnek és ennyit bírnak komoly figyelemmel részt venni egy előadásban, úgyhogy ez egy órára van szűkítve ez a program, de a történet nagyon sűrűben és nagyon intenzíven, nagyon jó tempóban halad előre. Ami még különlegessége, ha már a kortárs tánc területéről beszélünk, hogy a mozgások, amiket alkalmaztam benne, azok, hogy megpróbálunk bizonyos helyekre a gyerekek mozgásvilágát utánozva megszólalni, hiszen a játék, ami elkezdődik ott, a felnőtt táncosok gyerekeket alakítanak, és nagyon kedves, nagyon aranyos karaktertáncok jöttek így létre. De ugyanilyen feladat később nyilván a különböző népek táncainak vicces bemutatása is, úgyhogy ez koreográfiailag is egy izgalmas játék volt. Azt gondoltam, hogy egy olyan mesét kéne a színpadra tennünk, ami azért a rajzfilm világával is vetekszik, tehát a mozgásokban ez ugyanúgy megjelenik, és valóban bizonyos mai elemek, finoman is, de azért megjelennek, van benne rock'n'roll lépés, mindenféle, ami alkalmazkodik az egyébként nagyon pergő és nagyon táncos Csajkovszki zenéhez. Egyrészt azt gondolom, hogy a kortárs tánc mit szólt, azt lassan felejtsük el, hogy mi magunk a nevünkben hordozzuk ezt, hogy kortárs balett, bár ez már ugye egy ilyen furcsaság, hogy balett a kortársal egybevéve, de úgyhogy ez a kortárs tánc és a kortárs művészet általában én már meggyőződésem, hogy már nincs ilyen. Ez a fogalom, ez a 80-90-es évek fogalma volt, és ez már nem helytálló. Nincsen egységes gondolkodás, nincsen egységes stílusrendszer, ami mentén azt mondhatnánk, hogy valamelyik előadás kortárs előadás. És aki nem az, az pedig általában kikéri magának, hogy ő miért nem kortárs. Úgyhogy szerintem felejtsük el ezt. Én általában színházban gondolkodom, ezért olyan széles szerintem ennek a produkciónak is a mozgásvilága is, az eszköztára, és általában, hogyha megnézzük a szegedi kortárs előadásait, vagy az én előadásaimat,
akkor nagyon különböző adásokat láthatunk. Attól függ, mi a téma, mi a zene, ahhoz képest nyúlok hozzá és próbálok megfogalmazni. Természetesen van egyfajta mozgásrendszer, amit én használok, amit szeretek bővíteni, szeretek kitágítani, akár a táncosok bevonásával is, de nem érdekel ez a kérdés, hogy az kortárs-e vagy sem, nem foglalkozom ezzel a témával. Azt hiszem és abban bízom, hogy a színház, mint önálló entitás, az erősebb annál, mint sem, hogy a kifejezési formáját ennek mindenáról ragaszkodva valami elfhez meghatározzuk. Én ugye ide meghívott koreográfus vagyok a társulathoz, tehát amikor ide érkeztem, akkor már megvolt ez a létszám, és ezek az emberek voltak jelen, és belőlük elkezdtem gondolkozni, hogy akkor a Rómeó és Júliát hogy lehetne kiállítani, és szerencsére nagyon jó alanyok voltak erre, és nagyon meg tudtam találni mindenkinek a magához illő szerepet. A direktorral beszélgettünk, hogy egy induló társulatnak, mert ugye ők ez évtől, ettől az évattól kezdve váltak Miskolci Balettté, tehát egy lépcsőt léptek a szakmai létezésükben, és beszélgettünk arról, hogy a közönségnek is mi az, ami szimpatikus lehet, amire felfigyelnek és esetleg bejönnek, és ennek kapcsán jött föl az ötlet, hogy a Rómeó és Júlia erre alkalmas lehet. Egyrészt örökérvényű, ezt mindig szokták ugye mondani, másrészt meg valóban én meg tudtam benne találni azt, ami engem érdekel most, ma, azokat a motivumokat vagy gondolatokat, amiket lehet akár a mostani fiataloknak is közvetíteni ezen a darabon keresztül. Van egy mozgásnyelvezet, amin keresztül kell ugye ezt valahogy interpretálni, és hát tulajdonképpen a tánc szerintem nagyon sok esetben, mint a Rómeó és Júlia is érzelmek és kapcsolatok drámája, ezért a mozgás, a tánc erre kiválóan alkalmas, majdnem inkább őszintébb, mint a szöveg. És nyilván Shakespeare szavai nagyon visszaadják ezt az érzést, de hogy ezt nagyon át lehet adni mozgásban, táncban, és mint ahogy azért rengeteg adaptáció született táncban a Rómeó és Júliából. A Nemzeti Táncszínház 2001-ben alapult, ez is már a szakmának egy több évtizedes igénye alapján, hiszen nem volt közszínház, ami a táncművészetet képviselte volna. A Nemzeti Táncszínház megalakulásával tulajdonképpen a táncművészet minden stílusát és irányzatát befogadó színház jött létre, amit én 11 évig vezettem, mint alapító igazgató. 2012. december 31-ével átadtam helyettesemnek, az Elti Péternek. Én azt gondolom, hogy ez a 10 éves időszak egy hatalmas fejlődést mutatott a táncművészetben, hiszen ennek a munkája arról szólt, hogy előadásokat fogadjunk be, új előadásokat hozzunk létre, és megteremtsük ennek a közönségét. És azt gondolom, hogy ez 11 év alatt nagyon jól sikerült, hihetetlen fejlődésen ment át úgy a magyar, mint a külföldi nézők körében a magyar táncművészetnek az elismertsége. Azt gondolom, hogy egy táncos pályának nagyon fontos, hogy egy évben hányszor mehet színpadra, hogy hány új bemutatót táncolhat, hiszen az a hihetetlen fizikai munka, amit a próbaterembe kell elvégezni, ami nem csak fizikálisan, hanem pszichésen is rendkívül megterheli a művészeket, annak egyetlen egy eredménye, ami tovább lendíti, az, amikor valaki színpadra kerül, és előadás végén megkapja a tapsot. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ez egy kötelessége volt a Nemzeti Táncszínháznak, hogy mindezt megadja a táncművészeknek, és én, mint egy volt profi táncos, még jobban tudtam értékelni azt, hogy otthont teremthetek a táncosoknak, hogyha bejöttek a Nemzeti Táncszínház épületében, akkor ők ott otthon érezték magukat,
és 2001-ben nyitottunk, és a tevékenységünk kapcsán elértük azt, hogy 2005-ben, amikor megnyílt a Művészetek Palotája, akkor ott a Fesztivál Színház teremben ezen eredményeket elismerve, ott is kaptunk 100 napot, ahol nagyszabású produkciókat csinálhattak a táncművészek, hiszen hihetetlen színpadi technikával tudtunk ott találkozni.